Hát sziasztok! Üdvözlet ebben a kicsit összetett videóban. Azért összetett, mert többféle dolgot is láthattok majd benne. Egyrészt már nagyon rég csináltam ilyet, hogy egy videóban többféle receptet mutatok nektek, legalábbis ezen a csatornán már nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen videó. De az első részt az egy nagyon-nagyon izgalmas együttműködés inspirálta, ugyanis a Délkertész támogatta ennek a videónak az első részét, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm nekik. És azért is nagyon hálás vagyok, hogy az együttműködésünk keretén belül kaptam tőlük egy hatalmas nagy zöldségdobozt, ami tele volt hazai termelők által megtermelt zöldségekkel. Tele volt paradicsommal, paprikával, téli paprikával, hegyes erős paprikával, uborkával, és hát csak azon kellett gondolkodnom, hogy akkor most azon kívül, hogy megeszem valami finom szendvics mellé nyersen a zöldségeket, meg a paradicsomot, mit főzzek még belőlük, úgyhogy el is készítettem a szezon első lecsóját. Azt gondolom egyébként, hogy az, hogy hazai termékeket vásároljunk, az egy nagyon jó lépés a tudatosság irányába, illetve hogyha tényleg az ember talál olyan hazai termelőket, akik nem csak küllemre szép, hanem ízre is nagyon-nagyon finom, szerethető zöldségeket, gyümölcsöket tudnak létrehozni, akkor ezeket a termelőket nagyon fontos támogatni. Úgyhogy nekünk vásárlóként csak egy kis tudatosság az, hogy jobban körülnézünk és megfontoljuk azt, hogy az, amit megvásárolunk, az honnan származik. És nyilván minél közelebbi földrajzilag ez a hely, annál jobb. Egyébként a Délkertész a Szentesi és a Szentes környéki termelőket fogja össze, ami hát nem a mi környékünk, mert ugye én a nyugati ország részben élek, annak is a legnyugatibb, szinte legnyugatibb szélén. Már eleve az, hogy valami hazai, az szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, úgyhogy itt is nagyon szépen köszönöm még egyszer a Délkertésznek, hogy támogatta ezt a videót, és hogy küldte nekem ezt a hatalmas csomagot. Egyébként az együttműködésünk a Yamma Kitchen csatornán is folytatódik, úgyhogy már fel is vettük oda is a videót. Azt is a következő hónapban várhatjátok majd, láthatjátok majd. A Délkertészt egyébként Instagramon is megtalálhatjátok Szentesi Vagányok néven, de majd az ehhez tartozó elérhetőségeket megtalálhatjátok a videó alatt. Ahogy már említettem, háromféle receptet fogok ennek kapcsán mutatni nektek a videó első részében, és aztán mivel közben húsvét is volt, meg ünnepek, meg minden, szeretnék nektek néhány pillanatot mutatni a húsvétból, mert annak ellenére, hogy nagyon esős volt, és csak húsvét hétfőn lett egy kicsit jobb az idő, én nagyon élveztem, olyan nyugis volt, és tudtunk a családdal is találkozni, úgyhogy egyébként tök jól sikerült annak ellenére, hogy nem volt a legszebb idő. És akkor arra gondoltam, hogy mivel eleve terveztem, hogy megmutatok néhány dolgot, amit a gyerekek kaptak ajándékba húsvétra, azzal zárnám le a videót, hogy ezeket a dolgokat megmutogatom nektek. Úgyhogy receptek, aztán húsvéti hangulat, aztán egy kis ajándékbeszámoló, és majd visszatérek a mostból a videó végére elköszönni, meg megmutatni azt, hogy mikkel leptük meg a gyerekeket anyuszira. Úgyhogy vágjunk is bele most először a receptekbe. Ahogy már említettem, gyönyörűséges zöldségeket kaptam, és nagyon-nagyon motiváló olyan hozzávalókból főzni, amiken látszik, hogy nagyon egészségesek és táplálóak. És természetesen a paradicsom és paprika láttán azonnal arra gondoltam, hogy elkészítem a szezon első lecsóját. Idén még nem csináltam. Nálunk ez egy olyan étel, ami nyár elején, tavasz végén kerül először asztalra, de úgy gondoltam, hogy ezekből a paradicsomokból és paprikákból olyat fogok tudni készíteni, ami nagyon-nagyon finom lesz. Úgyhogy a lecsó elkészítése nagyon egyszerű, de ahány ház annyi szokás, mert az is háztartásonként tud változni, hogy mekkora darabokra és milyen darabokra vágja az ember a zöldségeket. Én általában meg szoktam szabadítani a magházától a paprikákat, és aztán hosszú csíkokra vágom, majd pedig felaprózom. Ennek ellenére nem szoktam agyonpárolni, szóval szeretem, ha egy icipicit roppanós marad, és egy kicsit lesz egy kis textúrája még így a lecsóban. Úgyhogy először ezen szoktam dolgozni. Most egy jó nagy adagot készítettem. A paradicsomokkal is hasonlóképpen járok el,
el, megmostam őket, leszedtem a zöld szárukat, és utána félbevágtam őket, majd a feleket csíkokra, és utána pedig keresztben szoktam elvágni őket, hogy ilyen kis kockák legyenek belőle. De ugye a paradicsom egyébként is összesül, úgyhogy annyira nem probléma, hogyha nem sikerül nagyon apróra vágnunk. És természetesen hagyma alapot fogok majd készíteni, úgyhogy ehhez vörös hagymákat fogtam és aprítottam fel, és olívaolajon fogom ezt a hagymát alaposan megpárolni. Nem égetem el, ez nagyon fontos, hanem üvegesre párolom, és ezen a ponton szeretem már megsózni. Meg borsozhatjátok is, hogyha szeretnétek. Hogyha már egy kicsit elkezdett megbarnulni, és átlátszóak a hagymadarabok, akkor mehet rá a piros paprika. Ilyenkor mindig lejjebb szoktam venni a hőt, mert a piros paprikának annyira nem tesz jót, hogyha megég, mert akkor keserű lesz az íze. Ezt szeretem elmondani, mert egyszer már jártam úgy, hogy nagyon megégettem, és nagyon-nagyon nem volt jó. Hogyha ez megvan, akkor hozzáadom a paradicsomot és a paprikát, alaposan megsózom, és elkezdem az egészet összesütni. És először jó sok lé fog belőle kifőlni, vagy hát kisülni, de megvárom, amíg ennek a nagy része eltűnik, és egy kicsit ilyen sűrűbb, szaftos ragú nem marad az egészből. Van egy, hát nem olyan titkos hozzávalom, mert már szerintem mutattam nektek, ez pedig nem más, mint az almaecet. Én nagyon-nagyon szeretem, baromi jó ízt ad a lecsónak. Bármiféle lecsót csinálunk, bármilyen zöldségből, szerintem az almaecet az egy fantasztikus dolog hozzá. Valahogy annyira összehozza az ízeket, és annyira kiemeli a zöldségeknek is a zamatát, hogy én imádom, úgyhogy próbáljátok ki, tényleg csak egy kicsi kell. Ezen a napon egyébként ez volt az ebédem, és ilyen vegán kamuhúst raktam a lecsomhoz, és volt maradék kuszkuszom, úgyhogy a lecsó mellé ezt fogyasztottam, a tetejére rátettem ezeket a kis fehérje falatkákat, talán ez a legszebb megnevezés, és a tetejét meglocsoltam tejföllel. Valaki mondjuk az olyásos lecsóra esküszik, én a tejfölös lecsóra esküszöm, egyszerűen imádom, főleg friss kovászos kenyérrel, nagyon jó lenne, és most megint rajta vagyok a savanyú káposztán, úgyhogy ezt is tettem mellé. Készítettem sült paradicsomot és fokhagymás olívaolajos sült paradicsomot, ami egy rettentően egyszerű étel. Egyébként apukám szokott mindig ilyet csinálni, úgyhogy ez az egyik olyan dolog, amit tőle tanultam el. Kevés dolgot főzött, de amit főzött, azok mind nagyon-nagyon jól sikerültek mindig. És a sült paradicsom az olyan volt nálunk, hogy ha így eszünkbe jutott, akkor azonnal nagyon megkívánta mindenki, és azt kellett enni. Ehhez egyébként kicsit nagyobb darabokra vágom a paradicsomot, fürtöset és koktél paradicsomot is használok, illetve itt most nem reszelni fogom a fokhagymát, hanem apró kis vékony szeletekre vágom. Valahogy ehhez az ételhez így illik jobban. Tekintélyes adag olívaolajat teszek a serpenyőbe, ezt egy kicsit felmelegítem, és már mehet is bele a paradicsom és a fokhagyma, megsózom. Bár ennek az ételnek az a neve, hogy sült paradicsom, azért figyelni kell arra, hogy rögtön ne égessük meg a fokhagymát, mert hasonlóan kellemetlen íze lehet megégve, mint a piros paprikának, és hát nagyon sok folyadék lé ki fog főni a paradicsomból, és igazából ez egy türelemjáték, annak ellenére, hogy három összetevő az egész, várni kell, amíg elfőli a levét, és egy kicsit ilyen pörkölt-szerű állagot nem kapunk. Itt láthatjátok is, hogy hogy néz ki. Én borsot se szoktam rátenni, mert annyira jó így ez a három íz együtt a sóval. Pirítósra halmoztam a sült paradicsomot, a tetejére szórtam fetasajtot, meg ajánlom, hogy ha tudtok beszerezni, akkor aszalt zöld olívabogyó is baromi jó hozzá, meg még egy kis olívaolaj, az sosem árt.
Az utolsó recept, amit mutatni szeretnék nektek, az nem más, mint egy vegán körözött, amihez natur tofut fogok használni, illetve vegán tejfölt, és tudom, hogy nagyon sokan másképpen fűszerezik, de én fogok beletenni örölt fűszerköményt, piros paprikát, sót és sok-sok fokhagymát. A natur tofu azért jó, mert ugye eléggé semleges az íze, és ezért nagyon jól viselkedik, ha be van fűszerezve, és az állaga pedig, ha így össze van morzsolva, ahogy éppen morzsolom a kezemmel, láthatjátok, nagyon hasonlít a túróéra, úgyhogy én ki sem szoktam a folyadékot nyomogatni belőle ehhez a recepthez, mert ugye a túró is egy kicsit azért nedvesebb, úgyhogy szeretem a tofuban is benne hagyni azt a nedvességet, ami természetesen van benne, persze a levét azt leszoktam csöpögtetni. Amint láthattátok, az összemorzsolt túróhoz hozzáadtam a fűszereket, összekevertem, hozzáadtam a tejfölt, ez nagyon-nagyon finom krémessé teszi, és belereszeltem a fokhagymát is, és alaposan összekeverem. És nagyon-nagyon egyszerűen egy szép tálba, vagy üvegtárolóba jó pár napig hűtőben eláll, és akkor lehet vacsorára, vagy szendvicsbe egy uzsonnára, 10 óraira elcsomagolva fogyasztani, vagy akár mártogatni bele uborkát, répát, és úgy, mint ahogy egy humuszt mártogatnánk, ezt is lehet. Szóval én pirítóson szeretem ezt a leges legjobban, és ezeket az isteni zöldségeket nyersen fogyasztottam hozzá kiegészítésképpen, és hát fantasztikus koronyári, tavaszi lakoma készíthető ez ebből. Nekem ennek már annyira tavasz-nyári íze van, úgyhogy remélem, hogy ki fogjátok próbálni. I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August. Na sziasztok! Boldog húsvét vasárnapot! Ma már húsvét vasárnap van, mint ahogy ezt így a megelőző kis klipekből láthattátok. Mindjárt megmutogatom, hogy mit kaptak a gyerekek húsvétra, mert nyilván reggel nem azzal voltam elfoglalva, hogy kamerázzak, de most nagyon fontos dolgom van, ugyanis a tradicionális húsvéti répatortát fogom most elkészíteni, mert holnap nagyon várom az unokatesóimat locsolni, és mindig ezt kérik, hogy süssek nekik répatortát. Úgyhogy most ez fog történni, és találtam egy nagyon jó kis receptet, ebben most minden van, szóval, hogy ez nem egy vegán recept, de készítettem, mert jaj, egy nagyon szép madarat látom kint, bocsi. Szóval sütöttem már vegán répatortát is, abszolút fantasztikusan kivitelezhető, nem tudom, hogy a receptet osztottam-e meg már, ha nem, akkor ezt meg fogom tenni a ilyen Mokicson csatornán, biztos, de most ki szeretném próbálni ezt az új receptet, ezt meg leteszem nektek a leírásba, úgyhogy álljunk is neki. Egyébként a répareszelés számomra a legkellemetlenebb része, nem szeretek répát reszelni, de nem baj. Kuzinokért bármit. Na, idehoztam magam mellé a dolgokat, amiket kaptak a gyerekek. Az első dolog, amivel kezdeném, az olyan, amit ajándékba kaptunk egyébként.
Ez pedig nem más, mint a kis tojásgyűjtő kosaraik. Ez kézzel készült, és a Rumi Home and Beyond Lizája készítette, és küldte nekünk ajándékba, és nagyon-nagyon nagy örömmel elfogadtam a felajánlását, mert hogy pontosan kerestem valami hasonlót, mert amit előző években beszereztünk nekik, megkaptunk, azokat már befogtam másra, más tárolásra, úgyhogy kellett valami újdonság, és ez azért is tetszett, mert ugye névvel van ellátva, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon cuki, nagyon örültek neki, próbálunk rá vigyázni, hogy ebből így hagyomány legyen, hogy ezt így újra és újra lehessen használni az évek során. Aztán kaptak néhány könyvet, ezeket mutatom nektek. Az egyik az ez a Kilakik itt nevű ilyen foglalkoztató könyv, ez azért tetszett nekem, mert hogy ilyen kukucskönyves, tehát azon kívül, hogy csodálatos grafikák vannak benne, nagyon szépek a rajzok, ismeretterjesztő is, tök jól meg lehet vele ismerni az állatvilágot, és mivel mi közel lakunk a természethez, meg az erdőhöz, ez így nekünk nagyon hasznos is, meg hát bárkinek nagyon hasznos, úgyhogy értelmes, csodálatosan szép és izgalmas, szóval nem csak egy olyan mese, amit hallgatni kell, hanem tanulnak is belőle, és aktívan lehet eltölteni az időt azzal, hogy nyitogatják a ablakokat, és be lehet mögéjük nézni. Ebből kettőféle van, ugye az egyik az a Kilakik itt, a másik meg a Kijárt erre. Mostanában ezt szoktuk többet forgatni egyébként. Én minden reggel, mikor kiülök a teraszra, akkor éppen egy fácánt szoktam hallgatni, ahogy kúrjongat, nagyon vicces, és ez meg inkább ilyen lábnyom felismerős játékot játszott a gyerekekkel, és amúgy nekem is nagyon izgalmas volt, mert én sem tudtam ezeket az állatokat lábnyom alapján beazonosítani, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas még nekem is, és hát tényleg az, hogy milyen szépen meg van rajzolva, az nekem mindig egy pluszpont. És akkor még kaptak kétféle könyvet, ez pedig Bogyó és Babóca, mert hát Bogyó és Babóca mániában szenvedünk, vagy hát ők, és a kedvencük, a kedvenc Bogyó és Babóca részük az egyértelműen a Csillaglány, imádják azt az epizódot. Van, hogy háromszor egymás után meg kell nézni, kívülről tudják azt, hogy ki melyik házban lakik, és hogy ki kicsoda, még én se vagyok ennyire képben, pedig aztán szoktuk velük nézni, meg olvasni is, és ezek a kis pici könyvek azért jók, mert egy-egy szereplőre fókuszálnak rá, egy kicsit ránagyítanak, és a tulajdonságait, a kedvenc dolgait lehet ezekben a könyvekben megismerni, és ugyanígy van a Bagoly doktor, úgyhogy a Sandy kapta, a másikat meg a Nóra, de nyilván mind a kettejük imádja mind a kettőt. Úgyhogy ezek voltak a könyvek, és Nandinak a szettjét azt nem tudtam most áthozni, mert fogalmam sincs, hogy hova raktam, az annyira nyári, ez is nagyon nyári, ezt a Nórának a Zarában vettem. Ez egy csodálatosan szép ilyen virágos együttes, remélem látjátok. Ezt a felsőt már többször viselte, lehet is talán látni, hogy kicsit más a színe, mert már többször volt mosva. És ez egy ilyen gyönyörű nyári felső. Kicsit olyan, mint az ilyen nagyon jó minőségű dupla géz anyagok. Nem tudom, hogy ez pontosan miből van, de fú, hát amikor megláttam, és rózsaszín virágokkal, tudtam, hogy imádni fogja, és hát nagyon tetszett is neki. És annyi, hogy a nadrágja egy picit hosszú még, de szerintem nyáron belenő, vagy hát egy kicsit jobban fel kell húzni a derekán, de amúgy ilyen gumis. És képzeljétek el, hogy 110-eset kellett vennem neki, mert a 98-asat annyira picinek láttam, hogy inkább a nagyobbat vettem. Úgyhogy a Nandiét sajnos nem tudom megmutatni, de majd valamelyik vlogban úgyis szerintem előjön. Na hát, ennyi lett volna ez a kis videó. Remélem, hogy annak ellenére, hogy így nagyon sok minden történt benne hirtelen, azért tetszett nektek. Egy kicsit minden volt benne, ami így Fatima Panka videókban szokott lenni. Úgyhogy remélem, örömötöket leltétek benne, és mindenképpen kövessetek Instagramon, mert oda elég rendszeresen posztolok, illetve hogyha van valami gondolat bennetek, akkor írjatok kommentet. Ha tetszett ez a videó, akkor pedig légy nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következőben hamarosan találkozunk. Legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!